Köszöntöm a kedves nézőket Esztergomtól Rómáig, Budavárától Fehérvárig, és nagyon köszönöm azt a rengeteg levelet, küldeményt, üzenetet, amelyet hozzám eljuttatnak a Földgolyób is és a Kárpát-medence minden szegletéből. És köszöntöm mai kedves vendégemet, Bogár Lászlót. Szervusz, Laci. Szervusz, jó estét kívánok. Hát ugye ciklikák és enciklikák. Van egy érdekes összefüggés, hogy a magyarság 500 évente találkozik valamilyen módon a Vatikánnal. Ugye találkozott Attila a pápával, és megkegyelmezett a Vatikánnak és Rómának. Holott megsemmisíthette volna. Így van, és nem is voltak hálásak, mint utóbb kiderült. 5 évszázaddal később Szent István koronát kap, ugye Szilveszter pápától. Aztán elterik újabb 500 év, Bakócz Tamás Kishéján pápa lesz, és megmenti Magyarországot a török vész alól. És hát most megint magyarországi pápa is lehetne, hogyha megválasztanák. Hát azt tudjuk ugye, hogy a pápa is gyarló, közönséges ember. Már csak azért sem Isten választotja, mert Isten választotja nem mondhatna nemet Istennek, ha egyszer megválasztotta, és nem mondhatna le, mint a mostani pápa. Ezt a ciklikusságot te hogyan látod? És hát főleg ugye beszélgessünk Bakócz Tamás 500 évvel ezelőtti esélyeiről, mert megdöbbentő, hogy éppen 500 éve volt a pápa választás ugye Rómában. Igen, akkor mondjuk el a kedves nézőknek, részben te ezt már el is kezdted, hogy valóban ez adja az apropóját mindennek, hogy itt már két alkalommal is beszéltünk arról, hogy az ember legősibb tapasztalata az, hogy minden ciklikusan változik. Ha az ősi ember körülnézett a környezetében, akkor a napszakok, évszakok változása, az állatok szaporodási ciklusai, ami nyilván az ember megélhetése szempontjából döntő jelentőségű volt, mind erre irányította rá a figyelmét, és éppen ezért minden nagy kultúra az emberiség történetében a létezést mindig ciklikusan képzelte el. Érdekes módon a nyugati kultúra, mármint a nyugati modernitás kultúrája, már amennyiben majd meglátjuk, hogy lehet egyáltalán kultúrának levezni, technikai értelemben civilizációt épít, de hogy valóban kultúra-e, az még egyelőre egy nagy kérdés. Tehát ez az egyetlen, amelyik a végtelen és szakadatlan, még csak nem is fejlődés, hanem növekedést képzel el. Itt már talán említettük, hogyha 500 évvel ezelőtt, tehát mondjuk Mátyás király korától számítva mindössze a megalázó és szégyen teljesen alacsony 1%-os növekedés, gazdasági növekedés lett volna, akkor ma 17.000-szerese volna az egyfőre eső GDP, mint Mátyás király korában, holott maximum a 4-szerese, mert hogy akkor kifejezetten jól táplált volt a magyar társadalom, összességében bármilyen furcsán hangzik, jobban táplált már, mint minőségi értelemben, mint a mai. Tehát legfeljebb a 4-szerese az egyfőre eső GDP a Mátyás király korabelinek. Ez a számítás meg 1%-os gazdasági növekedés esetében is 17.000-szeres mutatni. Ebből látszik, hogy valójában az a gyerekes és végtelenül veszélyes képzelgés, hogy létezik olyan, van olyan létmodell, amelyben végtelen növekedés meg fejlődés van, ez kizárólag a nyugati modernitás sajátja. Mindenki tudta, hogy ciklikus változások zajlanak, és ami most ennek a beszélgetésnek a legfőbb elindító az pontosan az, hogy szinte hajszál pontosan 500 évvel ezelőtt nyílt meg méghozzá nagyon komolyan újra a magyar pápa megválasztásának esélye. Akkoriban 1513, ugyanígy tavasszal, a Bakócz Tamás megválasztása szinte biztosnak tűnt, pápába választása szinte biztosnak tűnt, ám nem így történt. Helyette a Medici kereskedő globális tőkestruktúrák akkori talán vezérhajójának nevezhető Medici család feje, Giovanni di Medici herceg került a pápai trónusra, és hát már akkoriban is rebesgették, de azóta lényegében a valamennyi ezzel foglalkozó forrásmunka meg is erősíti, és ez is nagyon elgondolkodtató, sőt ez talán a legelgondolkodtatóbb folyamat, vagy mozzanat ebben az egész folyamatban, hogy kettőjük között végül is, ami a Medici herceg javára billentette a mérleget, az egyértelműen a finanszírozási háttér volt.
mert hogy a Medici család, Vakóczi Tamás anyagi lehetőségei is hatalmasak voltak. Tehát a mai, ez megdöbbentően hangzik, de mai pénzben kifejezve nagyjából körülbelül 1 milliárd dollárt kívánt fordítani. Tehát az a pénz aranyban, akkori aranyban, tehát mai dollárban kifejezve az a pénz, amit a pápa választásra fordíthatott Vakóczi Tamás, amely mögött egyébként azt is tegyük hozzá, az ő pápává választásának legfőbb aspirációját, ő egy jobbágyból emelkedett a legmagasabb papi méltóságban. Hogyne, kerékgyártó volt az édesapja, egyébként az én földim Szatmár vármegyéből. És ami őt igazán és a mögötte álló spirituális, szakrális erőket mozgatta, az az, hogy látnivaló volt, hogy Magyarország kizárólag, tehát a Szent Korona, a szakrális Magyarországa kizárólag akkor képes egyébként éppen egész Európát védve, a nyugatot, az őt mindig cserben hagyó nyugatot védve, Trianont védve, akkor tudja feltartóztatni az oszmán-török előrenyomulást, hogyha mögötte legalább, tehát magyarán, szóval, ha vagy a német-római császár lesz magyar, Mátyás előtte nem sokkal éppen erre tett kísérletet, sajnos sikertelenül, míg, vagy pedig pápa. Mert hogy a pápa és a császár volt az értelemszerűen ebben az időszakban, tehát részben a világi vezetője, a világi értelembe vett, de spirituális vezetője az Európa Birodalomnak, ami ugyan birodalomként nem volt egységes, de azért létezett. A pápa pedig egyértelműen a spirituális vezetője volt. Ez a két vezető pozíció volt az hatalmi értelemben, amely képes lett volna, illetve hát elvileg képes is volt, összpontosítani azokat az irdatlan anyagi erőforrásokat, amelyek a nyugat számára szükségesek lettek volna ahhoz, hogy az oszmán-török előre nyomulást megállítsa. Tehát egyrészt Mátyást is elütötték a császárra választás lehetőségétől, és aztán mivel elég gyanús körülmények között hunyt el, joggal feltételezhetjük, hogy egyáltalán az élete megölték. És életműve folytatásától is megfosztották. Itt pedig újra lehetőség nyílt arra, hogy Vakóczi Tamás ezzel a másik pozíciót, ami szintén óriási anyagi erőforrások összpontosítására adott volna lehetőséget, egyébként még így is el tudta érni azt, hogy igen komoly erőforrásokat kapott a tizedik Leó néven pápai trónusra jutó Giovanni de Medici-től, hogy keresztes hadjáratot tudjon szervezni a török ellen, és aztán már az eltorzult helyzetet és azt az iszonyú drámát, ami az eltorzult helyzet nyomán kialakult, jelzi attól, hogy ebből számunkra sajnos újabb nemzetpusztító robbanás, a Dózsa felkelés következett egy évvel később. Hát ugye, mert ellopták azt a pénzt, így ha van, igaz, Fortunátus Imre, pénzügyminiszter, akkori néven ugye kincstárnok, illetve alkincstárnok. A Spanyolországból elüldözött Szefárd elit családok sarja. Aki egyébként Magyarországon, így van, tehát szintén hatalmas gazdag család sarja, és állítólag ő ellopta azt a pénzt, amit a pápa adott kárpótlásul ugye Magyarországnak, hogy Vakóczi és ezzel lehet. Egyébként korának ez a leggazdagabb emberévé vált. Így van, és ezzel a parasztháborúval megnyitottuk az utat a török előtt, pontosan. Mert fél Magyarország elpusztult, a török bevonulhatott. Van még egy nagyon fontos leágazása ennek a kérdésnek, nevezetesen az, hogy a Medici családnak a korabeli forrásokra támaszkodva a forrásmunkák egyetértenek abban, hogy körülbelül ötször akkora lehetősége volt, anyagi lehetősége, mint Vakóczi Tamásnak, tehát gyaníthatólag Giovanni de Medici körülbelül mai pénzben kifejezve 5 milliárd dollárt fordított a kortes hadjáratra, és ezért is lehetett pápa. Bizonyos értelembe véve, ezt akármilyen keserű is kimondani ma, ezenek a pénznek egy jelentős része a konklávé, tehát ugye a bíborosok, a pápa választó bíborosok megvesztegetésére ment, mert hogy, és ez is lényeges, mind a pápák, maga egyébként tizedik Leó is, mind a bíborosok, akkor már a kialakuló korakapitalizmus eszelős hedonizmusának korszakát élték, és a szószoros értelmében semmi pénz, tehát minden,
a világegyetem minden pénze sem lett volna elégséges, iszonyatos pénzszivattyúvá kezdett válni a szakralitás, tehát a deszakrális kapitalizmus pénzének szivattyújává kezdett válni gyakorlatilag a keresztény szakralitás legfőbb őrzője, a pápa és környezete, és az első, egyik első intézkedése a 10. Leó néven pápai trónra kerülő Giovanni de Medicinek a búcsúcédulák intézményének radikális átszervezése volt. Ő tette a búcsúcédulák intézményét lényegében ilyen globális megbocsátás ipari művekké, amelyek segítségével a globális kapitalizmus elképesztő erejű spirituális segítséget is kapott, hiszen gondoljunk bele, a kamat, és nem véletlen, hogy a kamatszedés tilalmának felszámolása is gyakorlatilag, hát persze érthető is, egy kereskedő, tőkés, globális saj, hát persze egy bankárcsalád, nyilván elsősorban pápaként is, a szakralitás őrzője, legfőbb címével rendelkező pápaként a deszakralitás legfőbb eszközévé vált gyakorlatilag. Az ördög, az ördög, így van, az antikrisztus. Ördög beköltözött az angyalvá. Így van, és ezzel, ami egyébként akár szójátéknak, némileg keserű, ironikus szójátéknak is jó, hogy ördög költözött az angyalvárba, és ami a lényege, hogy a búcsúcédulákon a Medici család profitja legalább 100 milliárd dollárra tehető, tehát körülbelül 20-szorosát kaszálták, mondhatnánk most nyers, keserves öniróniával és cinizmussal. Tehát ez jó projekt, üzletileg ez mindenféleképpen jó projekt volt, és hogy még tovább menjünk, ez az üzleti projekt volt az, amelyik egy Rómába zarándokló fiatal szerzetes, bizonyos Martin Luther jogos haragját egyébként kiváltotta, tehát ráadásul a világot pusztító erő két legyet ütött egy csapásra, mert a pápai trónust és a szakralitás legfőbb őrzőjét a deszakrális kapitalizmus pusztító erejévé tette, és ráadásul még meg is hasította a keresztény egyházat, mert még egyszer mondom, abszolút jogos volt Luther felháborodása, csak az a baj, hogy a reformációnak nevezett mozgalma nem az eredeti célját érte el, nevezetesen azt, hogy valóban ez a reformálás, ez azt jelenti, hogy reszakralizált, tehát visszahelyezi az eredeti szakrális alapjaiba. Az, hogy Luther törekvése ez volt, az vitathatatlan. De ami ténylegesen lett belőle, az sajnos fájdalmasan az, hogy fennmaradt azóta is a keresztény egyház, az egységes keresztény egyház meghasítottsága, és sajnos a szakralitást nem sikerült, legyünk őszinték, ha körülnézünk ma a globális kapitalizmus világába, az azóta trónon ülő pápák, az elmúlt 500 év pápáinak, számos pápa dicséretre méltó törekvése ellenére sem sikerült a deszakrális pusztítást megakadályozni. Az, hogy hogyan is működött a világ, ezt nem sokkal később, mert aztán ugye 1519-ben újabb császárválasztás volt, Ferdinánd után 5. Károly néven került trónusra a minden létező birodalmak legnagyobbikának ura, mert ugye akkor már az új világ is teljes mértékben a Habsburg német-római császárok ellenőrzése alatt állt, tehát minden idők legnagyobb irodalmát tartotta a kezében 5. Károly, mégis 4 év múlva, 5 év múlva Jakob Fugger, a Fugger ház feje, egy valószínű bankház a világtörténelem legegyértelműbb és legpimaszabb levelét küldi el neki, az augsburgi levéltárban ma is őrzik ezt a levelet, amelynek körülbelül az a lényege, ha nem is pontosan idézem, de a lényege ez, hogy Fugger a senki, idézőjelbe téve, aki még nemes ember sem volt eredetileg, tehát Jakob Fugger, nagyjából azt írja a minden létező, a történelem legnagyobb birodalma urának, 5. Károlynak, hogy ugyebár kegyeskedik emlékezni felséged arra a 8 millió aranydukátra, amit én folyósítottam önnek, és amely nélkül ön aligha válhatott volna császárra, hiszen ezzel kellett megvesztegetni, lásd, itt választófejedelmeknek hívják azt, de lényegében ugyanaz a mechanizmus, mint a pápák esetében.
És éppen ezért nyomatékosan kérem felségedet, hogy szíveskedjék utasításaimat maradéktalanul végrehajtani ellenkező esetben, és akkor itt kilátásba helyezi azokat a retorziókat, amelyeket, és ebből kell megértenünk, hogy az igazi hatalom az nem 5. Károly, vagy esetleg a mindenkori pápák, mondjuk 10. Leó kezében van, hanem azoknak a bankházaknak a kezében van, akik mögöttük állnak. És hogyha ebből a szemszögből veszük figyelemre most már így a beszélgetés vége felé közeledve annak a lehetőségét, hogy esetleg pontosan 500 év múltán most újra a magyar főpap kerülhet vagy ülhet a pápai trónusra, akkor bizony akármilyen kegyetlen is, de el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon ez a fordulat mit is jelent ebben a szakralitás, deszakralitás mezőben elhelyezve, mit is jelenthet? Tehát számunkra, magyarok számára, akik már a sokszor emlegetett pozsonyi csatában is, tehát ugye Szent Istvánt megelőző évszázad hihetetlenül izgalmas fejleményekkel volt teli, csak mivel máig is, szögezzük le, máig is egy hamis történetírás rabjai vagyunk, és ezért óriási felelősség terhel Magyarországon minden kulturális és oktatási intézményt, az akadémiától a vidéki általános iskoláig bezárólag, hogy mindmáig nem sikerült kiszabadulni ebből a végzetes kelepcéből, abból a kelepcéből nevezetesen, hogy politikailag nem korrekt a valóságos történelmi eseményeket feleleveníteni. Vagyis magyarán szólva, hogy a kritikus történelmi időszakaink minden fontos eseménye a globális véleményhatalom ellenőrzése alatt áll. Tehát ő szabja meg azt, hogy minek kell látnunk a pozsonyi csatát, vagy éppen nem látnunk, mert nem is szabad róla beszélni, máig sem, nem csak, hogy nem része a tananyagnak, hanem említeni sem szabad. Hogy mit is jelentett a kalandozások kora, és így mehetnénk szépen Mátyás királyig bezárulok, vagy éppen Bakócz Tamás pápává választása, tehát politikailag nem korrekt, és éppen ezért be van tiltva, tehát ezt azért szögezzük le, hogy a valóságos, a történelmünk valóságos mozgatórugóit és eseményeit elevenítsük el márpedig, és ez a legfontosabb tanulsága ezeknek a folyamatoknak, és azért is kell újra és újra visszatérnünk ezekre a nagyon-nagyon kényes kérdésekre. Egy olyan emberi közösség, amelyik hagyja, hogy a legfontosabb kincsét, a saját magának önmagával való azonosságát, és az önazonosságát kifejező történelmét, tehát eredet történetét valóban úgy élje át, ahogyan az történt, az sajnos ne csodálkozzon a pusztító következményeken. Ahogy Vörös Sándor írta csodálatos kis miniatűrjében, amelyet már többször idéztünk, hogy egy tudás van, a többi csak toldás. Alattad a föld, feletted az ég, és benned a létra. Van eredet történeted, tudod honnan jössz, van üctörténeted, tudod, hogy mi a feladatod, a küldetésed ezen a világon, és van egy létra, ami az eredet történet felől a küldetésed felé vezet, és neked ezen a létrán kell az ég felé a szakralitása, az Isten képmása ember, mi voltod megerősítése irányába menned, még akkor is, hogyha persze előre a létráról számos alkalommal visszacsúszol, és káromlod az Isten, pedig nyilván magadat kellene, mert magadban kell megtalálni ennek az alapvető okait. Tehát a dolog, és ami miatt ezt az egész kérdéskört, és reméljük lesz még alkalmunk folytatni, hiszen a fejlemények mindenképpen érdekesek lesznek, pápa lemondására utoljára 600 évvel ezelőtt került sor, tehát nem túl gyakori jelenség egy pápa lemondása. Legyünk őszinték, ha a pápa szakrális hivatását komolyan veszük, akkor a lemondás valójában nem is igazán lenne értelmezhető, mert a bíborosi konklávé az csak kiválasztja azt, hogy ki lesz az a személy, akit valójában a teremtő helyez ebbe a pozíciójába. A konklávé, ha úgy tetszik, csak esélyt ad neki, hogy valóban oda kerüljön. Tehát ilyen értelemben valamilyen módon, akármilyen fájdalmas azt kimondani, a teremtő legmélyebb akaratával való szembeszegülés az, hogyha egy pápa lemond. Nincs erre lehetősége. Nem földi erő szabályozza azt, hogy egy pápa lemondjon el. Legalábbis ha a kereszténység szakrális lényegét valóban az eredeti jelentésében értelmezzük, akkor erre így kellene tekintenünk. Tehát igen nyomó
számos oka lehet egy pápának arra, és ez is ezt látszik alátámasztani, hogy 600 éve fordult elő utoljára ilyen, hogy egy pápa, és akkor sem önszántából, nagy valószínűséggel most sem önszántából mondott le. Tehát meg kellene értenünk azoknak a pusztító erőknek a logikáját, amelyek ma ugyanúgy meghatározzák a pápa és a császár, ez mondjuk az Európai Bizottság elnöke, vagy a valuta kiválasztását, vagy az amerikai kiválasztását, így van. Tehát ezeket a magas méltóságokat ma ugyanúgy a valóságot hatalmat birtokló globális pénzhatalmi erők határozzák meg, azok az erők, amelyeket senki nem ellenőriz, és senki nem választ. A világ tehát ugyanabban a végzetes kelepcében vergődik, és éppen ezért volna a jelentősége annak, hogy legalább az Európa Birodalom, a egyébként spirituálisan kiürülő és hanyatló nyugati kultúra európai birodalma most a végórákban számot vetne azzal, hogy most is ugyanaz a helyzet. A két legfontosabb méltóság, a pápa és mondjuk az Európai Bizottság vezetője, az ebben a helyzetben pontosan ezt a szakrális pozíciót kellene, hogy betöltse, és hogyha újra és újra annak vagyunk tanúi, hogy a deszakrális pusztítás erői döntik el, hogy ki legyen a pápa, vagy éppen az Európai Bizottság elnöke, akkor ne csodálkozzon a nyugati ember ezen a hanyatláson. Az igazi tétje mind a magyarság, mind egész Európa, bizonyos értelembe véve az egész emberiség szakrális talapzata számára pontosan ez. És mi nagy tisztelettel azt javasoljuk, hogy ebből a szemszögből is próbáljunk rátekinteni a pápa lemondatásának, illetve a pápa választás esélyeinek és lehetőségeinek. Hát igen, hamarosan eldől, hogy képesek vagyunk-e mi magyarok a pénzhatalomnak megfelelő Medici pápát adni, vagy nem. Annak idején Herczeg Ferenc egy nagyszerű sváb ember, aki igazi magyarrá vált, és magyarul írta regényeit, írta meg az Életkapuja című könyvét. Ez éppen Bakósz Tamás nem választásáról szól. És hát ott körülbelül ugyanezt ő is már látta, érezte, hogy itt többről van szó, itt pénzről van szó, és pénzháttérhatalomról, amely globálisan irányítja a világot. Nem sok időnk maradt már, de megkérdeznélek, hogy látsz esélyt, hogy magyarországi pápát válasszanak? Minden elemző megerősíteni látszik, hogy erre kerül sor. A döntő kérdés, bármilyen kényes is ezt kimondani, én is igyekszem a lehető legóvatosabban fogalmazni, az, hogy ez merre felé nyitja meg az utat. Tehát a magyar pápa megválasztása merre nyit utat. Mert hogy Bakósz Tamás megválasztása a török ellen, nem áll, akkor legalább Magyarország megmenekül, és marad az Életkapujában. A magyar pápa megválasztása most Magyarországnak ezt az elszigetelt, üldözött helyzetét talán enyhítené. Az élet és a szakralitás felé nyite a magyar pápa, vagy pedig éppen ellenkezőleg a deszakrális pusztítás utolsó állomásává válik ez a választás, a jövendőlés bizonyos második Péterről, Secundus Petrus, aki beteljesíti a végzetet. Akármilyen fájdalmasak és misztikusan kavargóak is ezek a jóslatok, de ebben a helyzetben, amikor az egész világ állapotát ez a hihetetlenül felfokozott spirituális feszültség jellemzi, ezekkel mind számot kell vetnünk. Végül is annak idején Attila Isten ostoraként üldözte ugye az üllött nyugatot, ő is Isten embere volt, hát ez is egy küldetés, hogyha így történik, és második Péter néven lesz egy magyar pápa. Lacikám, nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk bölcs gondolataidat. Köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Pénteken este 9:30 találkozunk, és haza beszélünk. Sajnos megint lesz miről. Várom Önöket, viszontlátásra!